űrszóda. Kötetlenül, még a kötött pályákról is. Az űrkutatás magyarul YouTube csatorna hivatalos podcastje. Könnyed hangvételben. Orbitális hangulat, pezsgés, rakéták begyújtva. Indul az űrszóda! Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az űrszóda jubileumi 16. adásában. Na, én egyébként annyira kritikus vagyok mindig, amikor egy műsorvezetőt hallgatok. És az első mondatba belebakizik. Nem, hanem amikor tudod, valaki abból keresi esetleg a kenyerét, hogy emberekhez beszél, és learabja a szavakat, meg én ettől esküszöm hülyét kapok, de nem tudom, lehet, hogy én vagyok nagyon kékvérű. Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, itt ül velem szemben a Gergő, az űrkutatás magyarul YouTube csatorna szülőatja, kitalálója, fővezére, motorja, szíve, lelke, én pedig a szemben vele a Kókler, a Sittgen-pali vagyok, aki próbálja mederben tartani az űrszódát, nehogy kicsöpögjön valami a pohárból. Az előző adásoknál egy kisebb hullámvasút volt, egy nagyon könnyed adás után egy meglehetősen komoly hangvételű adással érkeztünk, nyilván azt is próbáltuk a lehető legolvashatóbb, vagy hogy szokták ezt mondani? Informatívabb, nem, hasznosabb. De az olvasás szóval kerestem, olvasatos? Nem olvasatosnak szokták mondani. Írjátok meg kommentben. Tehát igen, vannak műsorvezetői skilljeim, amiket néha elhagyok. Amikor éppen műsort vezet például. Csak ilyenkor, tehát. De tudod, hazafelé egyébként, amikor átgondolja az ember, így olyan jó dolgok futnak át, na mindegy, hagyjuk is. Csak amikor produkálni kéne, akkor nem sikerül. Szóval most pedig hoztunk egy ilyen mondjuk úgy, hogy elméleti adást, amikor inkább filozofálgatunk az űr dolgairól, és ehhez van egy nagyon jó témakörünk, mégpedig az a neve, hogy Artemis Egyezmény. És Gergő szépen ki fogja fejteni, hogy mi ez, miért van rá szükség, van-e értelme egyáltalán, kik vesznek benne részt, és ezek témakörök mentén próbálunk mondjuk úgy, hogy igazságot teremteni ebben a kérdésben, hogy van-e egyáltalán ennek az egésznek értelme, mert mint filozófia, vagy mint egy gondolat, annyit már előre elárulhatunk az Artemis Egyezményről, hogy ez egy tök jó dolog lenne. Mindenképp egy szép gesztus. Kérdés az, hogy ez marad-e gesztus, vagy lesz ennek valami fizikai értelme is, vagy megvalósulása is. Meglátjuk. A műsor végére remélem egy órával később már okosabbak leszünk. Azt se tudjuk, miről fogunk beszélni, tudod, de jó, én szeretek visszamenni a KH-hoz egészen, tehát nem feltétlenül a nulláról, nem az origóról indulunk, hanem menjünk egy kicsit -3-ig vissza, és akkor onnan ugye 1967 az előzménye ennek az egésznek. Igen, az Artemis Egyezmény az alapvetően egy ösztönző kezdeményezés a világűr békés célú felfedezéséről, aminek ugye van egy előzménye, 1967-ben az Egyesült Nemzetek Szövetsége léptetett hatályba. ENSZ, zárójelben. Az ENSZ. A világűr szerződést, amit már legtöbbször csak alapszerződésnek neveznek, amiben volt néhány pont arról, hogy a világűrt hogyan kell kutatni, vagy hogyan lehet kutatni. Űrhajóval. Nem feltétlen, mert űrszondával is lehet. De ami már rímel arra, hogy űrszóda. Igen, és megérkeztünk. Köszönjük szépen, még az adásnak. Ennyi volt. Ugye alapvetően pár tételt fogalmazott meg ez a világűr szerződés, ami az ENSZ összes tagállamára vonatkozik. Ilyen például az, hogy a világűr minden állam számára szabadon kutatható és hasznosítható. Benne van még a szerződésben, hogy a világűrben semmilyen hely vagy égitest nem kisajátítható. Tehát nem mondhatjuk azt a holdra, hogy kitűzünk egy zászlót, és az a terület, amilyen kész. Tilos a világűrbe nukleáris vagy más tömegpusztító fegyvert elhelyezni. Ez már 67-ben is megfogalmazódott az ENSZ-nél. Ugyanakkor erről, bocsánat, beszéltünk is, hogy például egy atombombát teljesen fölösleges is volna megpróbálni a világűrben robbantani, hiszen ahhoz ott nincsen megfelelő körülmény. A robbantáshoz van, tehát azt föl lehet robbantani, de nem lesz akkora lökés hulláma, hiszen nincsen légkör, de azért ez nem akadályozta meg az embereket, hogy atombombákat robbangassanak magas légköri rétegekbe, akár a világűrbe. Természetesen ezt többször is megtették már. És egyébként én még ezt úgy tudom értelmezni azt, hogy elhelyezni, hogy mondjuk úgy földkörüli pályára állítok egy atomtöltetet, az ott úgy megy körülöttünk, és akkor tudod, amikor esetleg így szükségem van rá, akkor így aktiválom, és így lövöm. Ez egészen biztos, hogy mind a két űrnagyhatalom fejébe megfordult, az amerikai és a szovjetekre, vagy oroszokra gondolok, és egyáltalán tartom kizártnak, hogy ez megvalósult, vagy a mai napig is vannak fönt atomtöltetek. Ezt nyilván vizsgálni nem tudom. Nem tudjuk, nem hiszen tényként ugye... állapítom meg, de egyáltalán nem tartom én kizártnak. Titkos katonai küldetések a mai napig indulnak. Mindennaposak. Így van, és nem kérdezhetjük meg, hogy mi van ott, hiszen ez sajnos benne van, hogy katonai küldetéseket nem tudunk nevesíteni, hogy milyen rakománnyal indul el az űrhajó. Igen, de erre majd lesz szó még későbbiekben, most még térjünk vissza ez a 67-es ENSZ alapszerződéshez. Ugye ennek kitétele volt, hogy a földön kívüli égitesteken csak békés célú tevékenységeket folytathatnak. Ez ugye nyilván azt jelenti, hogy kutatási célból leszállhat bárki a holdra, körbenézhet, visszahozhat kőzeteket, vagy egy aszteroidára, vagy másik bolygóra. És ne számháborúzzanak. De már, hogy igen, mert az már nem fér bele. Ne telepítsenek olyan dolgokat, ami az emberiség javát nem szolgálja. Aztán az összes űrtevékenységet az összes ország érdekeinek figyelembevételével és együttműködve a kölcsönös segítségnyújtás szellemiségben kell végrehajtani. Ez egy szép összetett mondat, de nyilván azt jelenti, hogy egy a cél, és együtt kutassunk a dolgokat a világűrben, és mindenképp az emberiségi érdekét kell. Ugye akkor már több mint 100 ország volt az ENSZ-ben, köztük Magyarország is ratifikálta ezt az egyezményt. Tök jó dolog, de azért ma már elavult ez az alapszerződés. Például az, hogy ugye nem kisajátítható semmilyen nyersanyag, ami a világűrben van. Márpedig, ha hosszú távú küldetéseket tervezünk, nem az elkövetkező pár évben, de az elkövetkező néhány száz évben, más bolygóra akarunk eljutni, akkor egészen biztos, hogy majd ott található nyersanyagokat föl kell használnunk ahhoz, hogy még tovább mehessünk. Tehát, hogy ezen majd valószínűleg, sőt, biztos, hogy változtatni kell a későbbiekben. Jó, tehát akkor ez volt gyakorlatilag az Artemis egyezménynek az előzménye, és mivel elavult ez a néhány pont, erre fogalmazták meg az Artemis egyezményt? Vagy mondjuk úgy, hogy ez volt az alfa és az omega, és akkor és a köztes részeket is fel akarták tölteni, vagy nem tudom. Kicsit mindegyik ezek közül. Az nagyon fontos, hogy az Artemis egyezmény nem leváltja az ENSZ alapszerződést, tehát hogy az ugyanúgy hatályban marad. Csak az Artemis egyezmény kiegészíti, bővíti, és pontosítja ezeket a pontokat. Viszont ez nem kötelező érvényű az ENSZ nemzetekre nézve, hanem aki szeretné, önkéntesen aláírhatja, csatlakozhat ezekhez a követelményekhez, vagy nem. Milyen előnnyel vagy hátránnyal jár az, hogy ha csatlakozik az ország, vagy ha nem csatlakozik? Ez inkább egy gesztus, mindjárt végigmenjünk azon, hogy pontosan miből áll ez az Artemis egyezmény. Ez inkább egy gesztus afelé, hogy a te nemzeted, a te űrkutatási ügynökséged az elkötelezett ezekben a pontokban. Mikor is adták ki ezt az egyezményt? Ez 2020 májusában az amerikai űrügynökség hozta létre, egyből néhány ország aláíróival, és ez hónapról hónapra, évről évre egyre több ország írta alá. Nézzük meg, hogy pontosan mi ez az Artemis egyezmény, ez interneten letölthető, 5 oldalas dokumentum az egész, és mindössze 10 pontból áll, tehát nem egy bonyolult dolog. Tehát, hogy mindenki megértse. Igen. Nyilván ez is szempont volt, hogy ne egy 600 oldalas megfogalmazvány legyen. Az első a békés célú felfedezés. Tehát ez arról szól az első pont, hogy tulajdonképpen az ENSZ határozottan egy közös hangon bárki bármit csinálhat a világűrben, amíg ennek békés célja van. Felfedezés, emberek űrbejutatása, akár űrszálloda létrehozása csak just for fun, aha, tehát hogy csak azért, mert jó buli, az a lényeg, hogy békés célú felhasználás. És mondjuk egy űrszálloda esetében, amikor mondjuk bejön már a kapitalizmus a képbe, és űrturizmus már pedig bejön, és onnantól viszont, hogyha már pénzről van szó, uram, bocsá, tudom, negatív az a kijelentés, de onnantól békéről nincsen szó, hogyha pénzről van szó. Nyilván lehet kulturáltan emberi keretek között versengeni, illetve kulturáltan emberi keretek között üzletelni, de gyanítom, hogy előbb-utóbb kibújik egy szög egy bizonyos zsákból. Hát igen, az anyagi érdek az mindenképp jelen lesz a jövő kutatásában, tehát ez egyáltalán nem kérdés, hogy ez ott lesz majd a jövőben, de hát most figyelj, Coca-Cola és Pepsi is kereskedik, és vetélytársak szerintem békés céllal csinálják ezt, tehát nem hiszem, hogy embereket ölnének annak érdekében, bár nem tartom kizárnak. Ha így gondoljuk a békéset, akkor egyértelmű. Mindenképp így gondoljuk a békéset, tehát hogy ne okozzon az emberiségnek hátrányt. Aha. Értem. Jó, ez így érthető. Jó, bocsánat, csak tudod, én azért vagyok, hogy így néha belekössek egy kicsit. Menjünk tovább a 2. pontra. Második pont az átláthatóság szorgalmazása. Ez azt jelenti, hogy minden űrkutatási programot, legyen az űrszondás vagy emberes űrutazás, azt átláthatóan kell megtervezni. Az azt jelenti, hogy közölni kell az emberiséggel, hogy miak a tervek, mik a célok ezzel a programmal, és ezt miként fogják elérni. Tehát, hogy mindenki tudjon róla, hogy egy űreszköz miért megy a világűrbe, és mit fog csinálni. Azok, akik esetleg kimaradtak ebből a egyezményből, lehetséges, hogy mondjuk egyik pontja, vagyis ezen pont miatt maradtak ki? Tehát, hogy ez azért így a transzparencia, az nem mindenkinek szimpatikus. Simán lehet, itt lesznek még olyan pontok, amik szemet szúrhatnak egy-két űrnagy hatalomnak, és majd utána azt is meg fogjuk beszélni, kik azok, akik nem írták alá, vagy kik azok, akik már aláírták ezeket a pontokat. És ilyen esetben itt egy igen kiegészítésnek már az előbb említett katonai küldetések, ahol viszont nincsen transzparencia. Ott nincsen átláthatóság, ott az van, hogy indul egy rakéta, indul a személyzettel, vagy a rakománnyal. Ekkor és ekkor átlátható, hogy mennyibe kerül, átlátható, hogy mikor indul, de nem látható az, hogy mit visz a fedélzeten, hogy milyen céllal viszi. Még a cél sem. Tehát, hogy még egy katonai célú műholdnál még azt sem tudjuk általában, hogy ez egy földi megfigyelő műhold lesz, radaros, egy optikai teleszkóp, vagy egy kommunikációs műhold. Tehát legtöbbször még a célját sem tudjuk egy titkos katonai célú küldetésnek. És ezt ugyanaz az Egyesült Államok szegi meg, aki ezt az Egyesült Államokban megírt egyezményt megfogalmazta. Pontosan. Ez jó, oké, menjünk tovább a 3. ponttal. A 3. pont az viszonylag egyszerű, a kompatibilitás előnyeire hívja fel a figyelmet, hogy mindenki használjon azonos szabványt az űrkutatásban, ez nem csak a mértékegységekre vonatkozik, hanem mondjuk egy dokkolórendszert mindenki használjon ugyanazt, mert akkor nyilván össze tudnak dolgozni ezek az együttesek, illetve ott olyan helyeken, ahol még nincs szabvány, ott meg szorgalmazzák az űrügynökségeket, hogy hozzanak létre jövőbeli szabványokat, amit utána mindenki más szabadon alkalmazhat. Ezért örülnék neki, hogyha mondjuk az Apple beszállna ebbe a programba, mert akkor lehet, hogy ők is USB-C-t akarnának használni. Már kötelező. Európában már az a kötelező, nem náluk is. Okés. A 4. pont az a felelősségvállalás. Ez azt jelenti, hogy bizonyos helyzetekben eszközöket és segítségnyújtást kell felajánlania az aláíró nemzeteknek, hogyha valamilyen misszió bajba kerül. Ez lehet egy olyan apróság például, hogy a kommunikáció nem jön létre az én antennámmal, a saját műholdammal nem tudom fölvenni a kapcsolatot, akkor én megkérek egy másik Artemis Egyezményt aláíró nemzetet, hogy figyelj, próbáljuk már ki a te rádióteleszkópodat, hogy te föl tudod-e venni vele a kapcsolatot, de akár egészen odáig is elmehet a segítségnyújtás, hogyha egy emberes küldetésben valaki veszélyben van, akkor például, hogyha van fönt nekem is egy űrhajóm, aminek ugyanaz a dokkolórendszere, ugye a kompatibilitás miatt, akkor nekem kötelességem segítséget nyújtani, vagy legalábbis mindent megtenni annak érdekében, hogy ne sérüljenek űrhajósok. Volt már olyan, hogy esetleg nem működött együtt valaki, csak azért már mondjuk, hát figyelj, most mi nem nagyon férünk hozzá ahhoz a műholdhoz, nem lehetne jövő héten? Nyilván nincs minden dokumentálva, és főleg nem minden publikálva, úgyhogy erre nem tudok válaszolni, én erről nem tudok. 2. pont, átláthatóság. Hát szóval én ilyenről nem tudok, viszont az ellenkezőiről meg nagyon sokat tudok, hogy már segített egyik nemzet a másiknak, amikor nem volt része az űrügynökség a programnak, de valamilyen segítséget kértek tőlük és nyújtották. De egyébként ezt viszont úgy gondolom, hogy a már oly sokszor korábban említett egy célért küzdünk, akkor igenis fogjuk meg egymás kezét, akkor is, hogyha világéletünkben is rivalizáltunk egymás ellen. Hát... igen, tehát nem a legnagyobb riválisoknál fordul elő általában ez a segítségnyújtás, hanem mondjuk európai nemzetek között. Az olasz űrügynökség fölküld egy műholdat, amivel nem tud kommunikálni, akkor megkéri a német űrügynökséget, egészen biztos, hogy segítségére lesz. Nem csak azért, mert mind a ketten a tagállamok, hanem azért is, mert európai államok is segítik egymást, de akár az amerikai űrügynökséget is mondhattam volna, ami nem annyira nyilvánvaló, vagy hát ami nem tartozik ebbe a kategóriába, az inkább a keleti államok, tehát Oroszországra és Kínára gondolok. Tehát, hogyha egy német műhold bajba jutna, nem tudnának vele fölvenni a kapcsolatot, akkor nem biztos, hogy Kína lenne az első, akit fölhívnának. De erről a későbbiekben majd még beszélünk, hogy Kelet miért húzza ki magát ebből állandóan. Hol tartottunk? 5. pont következik, regisztráció. Tehát, hogy minden űreszközt és műszert azt regisztrálni kell, le kell írni, hogy pontosan milyen műszereket, milyen frekvenciákat fog használni, pont azért, hogy ne legyen interferencia, tehát ne zavarják be az űreszközök egymás működését. Tök jó, hogyha a két nemzet is holdra küld ugyanarra a területre egy űreszköz, de hogyha pont ugyanazt a frekvenciát használják, akkor tulajdonképpen mind a kettő működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy épségben landol a holdon. Tehát ez egy ilyen regisztrációs kötelezvény. 6. pont. A publikáció. Igen. Tehát az, hogy a tudományos adatok, megfigyeléseket, azokat nyilvánosságra kell hozni. Bármilyen űrteleszkóp fölmegy a világűrbe, az valamilyen megfigyelések, ezeket az információkat előbb vagy utóbb, általában ilyen egy év szokott lenni az, amíg maga a kutató megkapja ezeket az adatokat és dolgozhat vele, hogy kidolgozzon egy cikket, egy tanulmányt, de egy év után, hogy ha kidolgozza, ha nem, akkor is nyilvánosságra kell hozni ezeket az adatokat. És abból esetleg nem kidolgozott adatokból további kutatások indulhatnak el. Nagyon sokan vannak, ugye beszéltünk erről Detray Urshel, aki 15 évig dolgozott a James Webb űrteleszkóp egyes rendszerein, hogy nagyon sokan specializálódtak ma már arra, hogy a James Webbnek, ahogy ő fogalmazott, a lepattanóira rámenjen, mert valamikor megkapja az egyik csillagász a teleszkópidőt, és ő eldönti, hogy mit mér ki a világűrben, de vagy nincs elég ideje tanulmányt írni belőle, vagy olyan adatokhoz is hozzájutott, amivel ő egyébként egyáltalán nem akart foglalkozni, csak a háttérben ott volt még 3 galaxis, amit lefotózott ilyenkor a Webb. És az ilyen lepattanókra nagyon sokan már rászakosodtak, hogy nem is foglalkoznak a Webbel, csak a lepattanó adatokat átnézik, és próbálnak abból valamilyen tudományos hasznot. Tök oké. Abszolút. Tök oké, és senki nem is törhet pálcát fölöttük. Abszolút. Miért is tenni? Neki, így van, így hogy van. Senki, a szőnyeg alá se törték volna ezelőtt 50 évvel egy ilyen adatokat, és most ezzel is foglalkoznak erre specializálódott kutatók. Ugyanakkor egyébként ez az átláthatóság a 2. pontnak is lehetne akár egy kiegészítése, a publicisztika vagy publikálás. Így van. Menjünk a 7. pontra. Örökségvédelem. Ugye ez meg arról szól, hogy nem háborgatnak olyan területeket, amelyek űrkutatás szempontjából örökségvédelem alatt állnak, például a holdon lévő Apollo landolóegységek, ugye, aminek bizonyos alkatrészei, vagy például holdjárók, mindegyik ott van a hold felszínén. Ilyenkor szoktak jönni az összeesküvés elmélet hívők, hogy ja, persze, hogy nem szállhatunk le oda, és nem nézhetjük meg közelről mi. Nem erről van szó, hanem örökségvédelemről. Oda lehet menni, de védeni kell az állapotát, tehát semmiképp nem lehet megrongálni, leszedni róla a létrát és hazahozni öncélúan, meg ilyenek. Nem egy űrszonda, egyébként le is fotózta már ezeket a landolóegységeket, nem csak amerikai űrszonda, hanem akár a vetétás kínai űrszonda is lefotózta már ezeket, vagy az indiai Chandrayaan küldetés keretein belül is készültek már képek hold körüli pályáról, ezekről a landolóegységekről, ott vannak. Korábban beszéltünk is erről, hogyha esetleg majd egyszer tényleg oda eljut az űrturizmus, hogy hova mész jövő nyáron? Én felugrok a holdra, megnézem a Armstrongék által ott hagyott zászlót. És akkor te fogod magad, a kis zseppénzedet, félretett pénzedet befizeted a turisztikai ügynökségnél, felülsz az űrhajóra, kiruccansz a Holdra, és megtekinted a 60-as években ott hagyott, kifeszített USA zászlót. De már nincs kifeszítve, mert felborult a felszállásnál, és valószínűleg már kifakult. A stúdió így rendezte, ugye? Ez is egy piac lehet egyébként. Egészen biztos. És ha valamit sajnálok, hogy általában mindig a pozitív oldalt láttam annak, hogy ebbe a korba születtem. Mert hogy tényleg annyira felgyorsul most az űrkutatás, hogy kis túlzással, havi rendszerességgel küldenek már űrszondákat a Holdra, és nem sokára újra emberek is pár éven belül fognak a Holdra menni, elindul a kereskedelmi űrutazások, tehát földkörüli pályára juthat most már tulajdonképpen bárki, akinek van erre megfelelő pénzügyi háttere. Az egyedüli dolog, amit sajnálok, hogy azt viszont már nem valószínű, hogy meg fogom élni, hogy az én koromban emberek a Holdra mehessenek az Apollo 11 landolási helyét megnézni, mert azért az engem is érdekelne. Mint átláthatóság szó volt itt a csatorna, nem tudom mennyire tartja az ilyen átláthatósági dolgokat. Hogy áll a gyűjtésed az űrutazásodra? Igen, többen is felajánlották már élőadásokban, hogy ilyen szuper chatbe vagy Patreon is támogatást, amire beírták kommentbe, hogy az űrutazásra. Hát ahhoz nagyon sok embernek kellene még nézni ezt a csatornát, úgyhogy légy szíves, osszátok meg ezeket a tartalmakat, és lájkoljatok. És ha küldtök ilyen anyagi támogatást, akkor mindenkinek megígérem, hogy összejön annyi pénz, hogy kijussak földkörüli pályára, akkor én azt dokumentálni fogom, és mutatni fogom nektek egyenesben. Én annyit tudok megígérni, hogy én nem akarok menni, tehát, hogy én ebből nem fogok lecsípni, és kusba maradok egészen addig, amíg Gergő nincsen itt tehát amíg nem vagyunk egy bolygón, addig megígérem, hogy nélküle nem csinálok adást itt a csatornán. Akinek ez a pozitívum, az ezért küldjön támogatást. És figyeld, hogy megnyílnak a csapok majd. Jó, figyelj, bármi, tényleg csak kussoljon már ez a csapot. Itt van 2 millió forint. No, ott jártunk, hogy 7-es örökségvédelem, nyilván akkor nem törjük le a visszapillantó tükrét a Holdjáró Verdának. Oké, ez szerintem betartható. 8-as pont. 8. pont a 10-ből, az a nyersanyagokra vonatkozik. Ugye a világűr szerződés értelmében semmilyen nyersanyag nem kisajátítható, ami az űrben van, és ez az, amit szerintem finomítani kell majd a jövőben, a közeljövőben, hogy a jelenlegi megfogalmazás szerint a világűr senkié, és én arra változtatnám meg neves egyszerűséggel, hogy a világűr mindenkié. Tehát, hogy bármilyen nyersanyagot bárki felhasználhat, mert előbb-utóbb szükségünk lesz rá, hogy tényleg nem az elkövetkező 1-2 évben, hanem 50-100-200 év múlva, hogyha az emberek messzebbre akarnak eljutni, akkor bizony egy űrszondának le kell szállni, mit tudom én, a Marson, ott újra kell tankolni, tovább menni a Jupiter holdjaihoz, ott leszállni, megint csak vizet bekebelezni, szétválasztani oxigénre, hidrogénre, tehát itt leginkább a víz lesz a legfontosabb, de akár a metán, ami felelhető, vagy a légkörből kiszedett, a Mars légköréből kivonható széndioxid, az is külön bontható, akár fémek, amiket megolvasztva 3D nyomtatással újabb eszközök állíthatók elő. Tehát én nem értem azt a tiltást, hogy egy aszteroidára leszállva, amin ne adj Isten valami nagyon fontos nyersanyag van, fém, arany, bármilyen, azt én miért ne bányászhatnám ki, hogyha ha én képes vagyok rá, és erre megfelelő anyagi keretem nyílik. Értelek, és egyébként az is teljesen egyértelmű, hogyha már teljesen kiszipolyoztuk a Földet, akkor elkezdjük a világűrt is teljesen kiszipolyozni. De ez az emberiség, ez vele járója. Igen, tehát, hogy... ugyanakkor szerintem pont emiatt, amit említettél, aszteroida, mondjuk tényleg arany. Legyen egy tömény arany aszteroida. Igen. Oda megy, csak hazahoz egy, nem is tudom, ugye az aranykészlet az egy véges itt a bolygón. Mert az nem termelődik újra, stb. Most, igen. Hogyha tényleg szigorúan vesszük. Ha mondjuk nem egy rögöt, hanem mondjuk hazahoz valaki, egy nemzet, egy tonnányit ebből az űraranyból, Lehet, hogy ez ráadásul még aranyabb, hogyha mondhatok ilyet. Nagyon érdekes. Nyilván kémiailag, meg fizikailag nem létezik aranyabb, mint ami arany. Igen. A tisztaságán lehet, de hát az arany az egy olyan atom, amelyiknek bizonyos számú protonja. Nem minden arany, ami János. Igen. Szóval egy mesterséges beavatkozás nélküli 100% tisztaságú 24 karátos arany tonnát hozok haza. Eleve felértékelődik, hogy ez űrarany, eleve hát nem földi arany, tehát... Hát igen, de az arany az mindenhol arany. Tehát igen, hogy... és mondjuk az én nemzetem, aki ezt hazahozta, ezt innentől a nemzeti aranytartalékába akár be is olvaszthatja a többihez, és egy olyan előnyhöz jut ezáltal, oké, ez is benne volt, hogy fejlesztél te is magadnak olyan űrhajót, amivel oda tudsz menni. Így van, öljél bele annyi pénzt. Aha, de az biztos, hogy előbb-utóbb, sőt nem előbb-utóbb, előbb, mint utóbb, ez valakinek szúrni fogja a szemét, háborúkat tud generálni, és akkor nem megyünk végig a teljes szociológiai, meg pszichológiai, meg mindenféle vonulaton. Hozzájutsz egy baromi nagy adag aranyhoz, a világűrből, a közös területről, ami senkié, akkor hogy lehet az, hogy a te országod ezt megtartja? Mit képzelsz te magadról, hogy ez eleve már több pontot áthág, már ez előre megfontoltan nem békés célú, hiszen te az arannyal az országodat akarod nagyhatalmasítani, stb. 1 millió dolgot még elő lehet hozni. Jó, hát azt számszerűsítsük, hogy 1 tonna aranyat hazahozni egyáltalán nem rendítene meg senki, tehát az apró pénz tulajdonképpen. Még Magyarország aranytart azokhoz a tonnákhoz képest is az sem ennyi. De most igen, tehát nagyobb számokba tekintve 1000 tonna arany már akár gazdaságilag is észrevehető lenne a világgazdaságban. Ennyire alábecsültem a tonnának mi volt? Egy tonna az egy kisebb mosógép méretű aranytömb, az sem ennyi. Sem ennyi. Pá. Igen, tehát én már nem hajolnék le érte azért az 1 tonnáért. Oké, Bill. De nyilván egy nagyobb mennyiségről ez már valóban hatása lehetne a Földre, de hát ennyi erővel mondhatnánk azt, hogy miért van az, hogy bizonyos nemzetek meg leásnak a Föld mélyébe, és kipumpálják az olajat, ami a Föld bolygó mindenkié, ők miért pumpálhatják ki, és forgathatják be a saját gazdaságukba? Azért, mert ott van előttük, vagy alattuk szó szerint. De hát igen, tehát az ő országukban van... Hát a világűr meg senki, tehát azt nem mondhatjuk, hogy más országból lopok, vagy hogy egyáltalán lopok. De itt csak én arra akarok utalni, hogyha Szaúd-Arábia területén egy szaúd-arábiai olajfúrókút kitermeli a Szaúd-Arábia alatti olajat, akkor az egyértelműen okés, hogy a Szaúd-Arábia olaja. Miért? Viszont, hogyha mondjuk Kuvait kezd el Szaúd-Arábiában, de egyébként ott vannak egymás mellett. Igen. Tehát még csak igazából nem is távoli, tehát nem az, hogy az USA megy Szaúd-Arábiába, hanem ott van a szomszéd Kuvait, kicsit átlógtam véletlenül. Hát jó, de itt pont az űrben nincs átlógás, tehát hogy senkinek a területére nem... De ezt mondom, hogy a saját országodban, a saját földedből... Ó, ez hülyén hangzik, hogy saját föld, hiszen ugye maga a bolygó az meg közös. Igen, kéne, főleg a mélye. Szóval én nem látok ennek akadályát, vagy morális akadályát, hogy az űrből kibányászunk valamit. Hogyha úgy bányászunk ki valamit, hogy az aszteroidából kivesszük mondjuk ezt a valamennyi aranyat, ami lepottyan pont a mi földünkre, hogy majd fölhasználják, de egy másik darabja meg becsapódik mellettünk Németországba, az már nyilvánvalóan morális kérdéseket, veszélyességi dolgokat vet föl. Liebe Deutschland, bitte add vissza nekünk az aranyunkat, mert hogy azt egyébként mi hoztuk volna ide, csak véletlenül rossz helyre. Nem csak, hogy arany, de mitén valami nem felhasználható anyag zuhan be, akkor meg pláne háborús okokat is kibobbanthat egy ilyen. De amíg képes lennék én vagy bárki a Földön egy olyan szerkezetet megalkotni, ami elmegy egy nap körül keringő aszteroidára, kibányász onnan egy egységnyi akármit, amire szükség van, visszahozza úgy, hogy semmilyen emberélet nem kerül veszélybe, akkor szerintem azt csinál vele akárki, amit akar. Aha, és akkor mondjuk az Egyesült Államok például a magyar egységnyi akármire nem formálhat semmilyen igényt. Magyar egység. Hát most mi jelen esetben mi kutatunk egy aszteroidát. Igen. Ugye az elméleti síkon. Egy egységnyi valamit elhozzunk. Igen. És akkor a te elméleted szerint akkor... Amerika erre áldását kéne, hogy adja, nem is formálhatna rá semmilyen igényt, hogy figyelj már legalább egy kis csücsköt vágjál le belőle. Na igen, és erre akartam kiukadni, hogy viszont, hogyha mégis, akkor meg lehet ez a megoldás, hogy én egy egységnyit hazahozok, és azoknak a nemzeteknek, vagy akár minden nemzetnek, aki aláírja az Artemis Egyezményt, adok egy 100 egységnyit. Vagy egy 36-odnyit, ugye? Még nem, sokkal kevesebbet. Tehát az lényeg, hogy ezt én csináltam, de hogy mutassam, hogy én az emberiség javát akarom szolgálni, ezért mindenkinek adok olyannak is, akiknek semmi köze nem volt a programhoz, sokkal-sokkal kisebb, tehát ezred részét, vagy még annak csöbbet, de akkor már mondhatom azt felemeltkezekkel, hogy én az emberiség javát szolgáltam ezzel a küldetéssel. A holdkőzetekkel nem így volt egyébként? A holdkőzetek nem értékesíthetőek. Nekem van a birtokomban egy dedikált holdkőzetem, ezt vásároltam pénzért egy múzeumból. Most, hogy kimondtad, hogy nem értékesíthető? Ezek nem Apollo minták, amiket visszahoztak az Apollo korszakból, hanem ezek a Földön található természetes holdi meteoritok részei, tehát amiket becsapódott egy aszteroida bármi a hold felszínébe, és onnan kirepült kőzetanyag egyszer bezuhant a Földre, vagy nem is egyszer, hanem ez egy tulajdonképpen rendszeres esemény, ha úgy veszük 100 évente előfordulhat, ilyen vagy 1000 évente. És ezeket a köveket begyűjtötték kutatók, bevizsgálták, hogy tényleg a holdról származik, és ezeket földarabolták, és ezt már legális úton lehet értékesíteni. Ugyanilyen formán van nekem Mars kőzetem is. Ezek nagyon apró kavicsok, tehát nem grammos méretű, hanem gramm alatti tömegű kavicsok, amik egy ilyen szép tokban vannak benne, egy nagyítóval, hogy lehessen belőle valamit látni, de az egy dedikált valódi holdközet, vagy egy Mars között, ami megvásárolható. Milyen árban vetted ezeket? Ezek ilyen pár 10 000 forintba kerülnek. Jó hírem van, van néhány Szaturnusz kőzetem és Jupiter kőzetem is. Izgalmasan hangzik a két gázbolygóról. Nálam vannak ilyenek. Majd következőre, amikor jössz, már be lesz csomagolva, jó? És akkor darabját 50 000-ért el tudod vinni. Jó, átgondolom, köszönöm. Köszönöm. Jó, egyébként elkalandoztunk, és még csak a 8-as pontnál jártunk, a nyersanyagoknál. 9-es pontja az egyezménynek. A biztonságos elkülönítésről szól. Ez olyan munkaállomások, területekről, ahol a későbbiekben űrkutatás fog zajlani, legyen ez akár egy földkörüli pálya, vagy akár a hold egyes részei. Ezt is dokumentálni kell előre a küldetés előtt, hogy pontosan milyen területeken fogunk vizsgálódni, pont ugyanazért, hogy két űrszonda ugyanoda ne landoljon, mert egymást veszélyeztethetik. Tehát igazából ez a biztonságos elkülönítés egy olyan területi, hát végül is autonómiát ad annak a csoportnak, aki először ezt lefoglalja, nyilván nem sajátíthatja ki a területet. Egy kicsit stipistopi jellegű. De igen, az a lényeg, hogy a lényeg nem a stipistopi, hanem az, hogy ne veszélyeztesse egymást két küldetés. És amikor csak felvázolod még a fejben, mondjuk legyünk űrnagyhatalmak, Egyesült Államok, Oroszország, Kína, stb. Felvázolod fejben, hogy mi volt ugye déli pólus. Aha. Ezt már előre mondják, mondjuk nem tudom, 2016-ban, hogy a következőkben mi a déli pólust szeretnénk felfedezni, akkor konkrét dolgokat kell ott már megjelölni évekkel előre, hogy a déli póluson belül hol, hogy India ne ott kísérletezzen, hogy Kína ne. Évekkel előre nem, de konkrét területi adatokat kell megfogalmazni, mettől meddig. Nyilván ezt indokolni is kell, tehát nem mondhatom azt, hogy a hold déli félteke, és akkor kész, a fél égítés le van foglalva, és akkor ott fogok kutatgatni. Vagy Mars, Mars kelet. Igen, tehát nyilván, hogyha én oda küldök akár egy emberes missziót az Artemis 3 küldetés példájából kiindulva, ahol két ember fog landolni és el fog tölteni néhány hetet a hold felszínén, akkor nyilvánvaló, hogy a landulási pont körülvevő néhány négyzetkilométert lefoglalhatom, hogy oda ne nagyon küldjenek most landolni szondát, mert nehogy Isten a fejére mehet az űrhajósnak. Ez egy indokolt dolog néhány négyzetkilométert lefedni, de tehát 100 négyzetkilométereket, nehogy Isten 1000 négyzetkilométereket meg teljesen irreális lenne lefoglalni bármilyen célú. Igen. Jó, ez egyébként tényleg jogos. És egy 10. pont van még. Az utolsó pont pedig az űrszemetelésről szól, és ez is egy kicsit légből kapott pont, ami úgy fogalmaz, hogy törekedni kell az űrszemetelés mértékének a csökkentésére. Tehát nem azt mondja, hogy megtiltja az űrszemetelést, hanem hogy törekedni kell arra, hogy csökkentsük. Ugye nagyon jó példa erre például, hogy a régi űrszondák azok úgy mentek föl rakétákkal föld körüli pályára, hogy az első fokozatok általában úgy, ahogy voltak, visszapottyantak, de hogy a végfokozatok az, amíg már konkrétan a pályára állította a műholdat, az ugyanazon a pályán maradt, mint a műhold, és keringett tovább. A műholdnak általában volt beépített hajtóműve, tudott pályakorrekciót intézni, hogyha nagyon besüllyedt a pályája, a végfokozat az nem. Az előbb-utóbb visszazuhant a földre, elégett, vagy néhány darabja becsapódott a földre. Ma már ezt próbálják annyira redukálni, például a SpaceX ebben világelső, nem csak azért, mert újra felhasználható néhány fokozata a Falcon 9 rakétának, például az első fokozata, de a második fokozattal is célzott visszatérést hajtanak végre. Fölmegy az űrbe, kidobja a adott pályára a hasznos terhet, legyen ez Starlink műhold, vagy akármilyen megrendelő számára bármilyen másik űreszköz, vagy akár egy űrhajó, ami embereket szállít. A második fokozat utána a megfelelő pozícióba hátrafele lassító manővert hajt végre, hogy pontosan az óceánnak egy olyan lakatlan pontjára zuhanjon vissza, ahol semmilyen emberi élet nem kerül veszélybe. És akkor itt még lehet párhuzamot hozni mondjuk Kínával, aki Kína még mai napig küld olyan rakétákat a világűrbe, ahol az első fokozatok nem csak, hogy arra nem figyel, hogy ne lakott területre zuhanjon, hanem konkrétan kínai emberek fejére zuhannak vissza néha első fokozatok, néha lehet látni a médiában, hogy házak mellett vagy házakra csapódnak be egyes kiürült fokozatok, amelyek néha még nem is teljesen kiürültek, és a korábban már említett mérges gázokat tartalmaznak. Uram, bocsánat, Kína esetében nehéz olyan területeket keresni, ahol nem laknak. Hát egyébként Kínának is azért vannak hatalmas területei, amik lakatlanok, de nyilván egy nagyon népes országról van szó, egy hatalmas országról van szó, és tehát, hogy azzal nem foglalkozik a kínai állam, hogy legalább a saját népére ne zuhanjanak vissza ezek a darabok. Szóval ez is egy olyan dolog, ami muszáj váltani, muszáj a szemléletben változást hozni. Ugyanakkor a SpaceX-et említetted, ugye, akik tényleg élen járnak ebbe az újra felhasználható űrhajós kiegészítők, maradjunk ennyibe. Ugyanaz a SpaceX, akik fogják és kilőnek egy Teslát az űrbe. Csak azért, hogy legyen egy Tesla az űrben. Tehát, hogy ez a kettő, ez így kiüti egymást, hogy egyébként mi tök jó fejek vagyunk, meg mi visszahozzuk az első fokozatot is, meg a második fokozatot is. Igaz, az óceán teleszemeteljük vele, de az űrt azt nem. Cserébe hadd maradjon már egy Tesla a világűrben. Köszike. Jó, a Teslának külön sztoria van, mert egyrészt egy baromi jó reklámfogás. Ugye tudni kell, hogy a SpaceX a megalkotója, Elon Musk, az a Tesla autógyártó cégnek is a megalkotója. Tehát nyilván ez egy reklámfogás volt. A rakétát, ugye ez a Falcon Heavy-nek a legelső indítása volt, el kellett indítani valamivel. Belerakhattak volna egy több millió dolláros műholdat is, de nem volt biztos, hogy eléri, hiszen ez a legelső küldetés volt, nem volt biztos, hogy eléri a föld körüli pályát. Rakadták volna üresen is, és rakadtak volna bele ilyen tömegszimulátornak hívják, általában ilyen tömbvasakat, ami szimulálja azt a hasznos terhet, hogy benne van. Most úgy döntöttek, hogy ha ott van egy Tesla, és azt belerakják, az erről fog beszélni. Hát ez egyértelmű. És nyilván kivettek belőle egyébként minden veszélyes anyagot, tehát hogy az akkumulátorok például nem voltak benne, mert tényleg azzal is kellett számolni, hogy becsapódik valahol, felrobban meg ilyenek. Tehát ne is károsítsa a környezetet, viszont hatalmas reklámfogás volt. Senkinek nem okoztak ezzel kárt. Ez nagyon fontos, hogy senkit nem veszélyeztettek. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem egy Tesla abszolút belefér. Tehát ennél már nagyobb baromságokat is juttattak föld körüli pályára. És itt leginkább a fegyverekre gondolok nyilván. És hogyha űrszemetelés, nekem mindig is ez szúrta a szememet, amit az előbb említettem, hogy jön mondjuk a második fokozat, és belepottyan az óceán egy bizonyos pontjába, tehát hogy az óceánban már csóri, annyi szemét van, és még dobálunk bele szemeteket, nem hiszem el, nem tudom igazából azt mondani, hogy nem volna egy olyan opció, amivel nem azt mondom, hogy megmentjük mondjuk ezeket a második fokozatokat, hanem csak egyszerűen nem hagyjuk elveszni az óceán mélyére. Teszem azt, egy baromi nagy háló, ami mielőtt belepottyanna az óceánba, mint egy halászháló. Ez felfogja, és egyszerűen csak annyi, hogy nem oda szemetelünk, és aztán mondjuk lebontjuk, vagy egy szeméttelepen hagyjuk, hogy a korrózió majd 120 év múlva lebontsa ezeket az eszközöket. Ezt mindenképp árnyalni kell ezt a dolgot, tehát senki ne úgy képzelje el, hogy a második fokozatok visszazuhannak, és úgy, hogy vannak, belecsobbannak az óceánba. Tehát ezek ilyenkor földkörüli pályáról kb. 27 000 km/h vágódnak neki a légkörnek, a nagy részük elég. Aha. Tehát, hogy ott nem, mint hogy az nem lenne szennyezés, tehát az is a légkörben maradnak ezek az oxidált anyagok. De hogy, hogy nem a tengert szennyezzük, hanem a légkört, nem biztos, hogy jobb. Hurrá! Várjál. Amik megmaradnak, azok általában olyan fém alkotó elemek, amik már minden vegyi anyagtól mentesek, és ezek csobbannak be az óceánba. Ne felejtsük el, hogy vannak olyan hajók, amiket szándékosan természetes korallzátonként süllyesztenek el, ugyanúgy, hogy mindent kivesznek belőle, ami mérgező anyag, csak a fém váz, azt engedik le egy bizonyos területre, ahol az élővilág megtapadhat rajta, és korallzátonyok jönnek létre, és búvárok látogathatják, tehát ez akár egy bevételi forrás is lehet, ezzel napjainkban is élnek már rendszeresen. Tehát ezek a fém eszközök nem fogják annyira károsítani a tengert, mint mondjuk az a hajó, amivel valaki kimegy nem az utcára, hanem a tengerre. Tehát, hogyha azt mondod, hogy mennyi szemét van már most a tengerben, minek tovább szennyezni, akkor azt mondom, hogy az űrkutatásnak, mint egyébként minden kutatásnak vannak negatív hátulütőjei, ilyenek például, hogy fémdarabok kerülnek az óceánba, de hogyha úgy veszük, akkor a levegőt is szennyezzük folyamatosan, most akkor ne üljek holnap buszra, vagy adjam el az autómat. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, ami a saját önös érdekből szennyezzük a közös dolgokat. De az emberiségnek mindig is vele járója volt, és ez nem megszüntethető. Viszont az egy szép elgondolás, hogy meg kell próbálni csökkenteni ennek hatásait. És egyébként van erre megoldás, az általad említett Starship rendszer, aminek mind a két fokozata újra felhasználható, tehát a tervek szerint egyik fokozat sem fog soha megsemmisülni, sem a légkörben, sem a tengerbe pottyanva a felhasználását illetően, és hogy miért nem küzd ezért mindenki, azért mert baromi drága, baromi bonyolult, és a Starship is sokkal nagyobb terhet képes majd a jövőben földkörüli pályára állítani feláldozható módba, tehát amikor céltalanul zuhan vissza, vagy megsemmisül az óceán közepén, és ezért nagyon sokan nem fognak erre pénzt költeni, hogy lecsökkentsék a kapacitását azért, hogy újra felhasználható legyen. Ez az egyik megoldás, a másik pedig, amit a japánok kezdtek el nemrégiben tesztelni, hogy fából készítenek műholdat. Kocka műholdak, kisméretű űreszközök, de ezek a visszatérés során sokkal kevesebb káros anyaggal szennyezik a légkört. Nyilván maradéktalanul elégnek, tehát hogy nem marad olyan anyag, ami lezuhanna a felszínre, és a légkörben is sokkal kevesebb káros anyag kerül így, mint normál esetben. Fa műhold, ez nagyon tetszik. Hogy kell elképzelni? Csak a préselt, ilyen OSB lapokból? Nyilván nem az elektronika fém, hanem a váz szerkezet és az arra szerelt műszerek. Tehát, hogy minél kevesebb fém felhasználásával, minél több fa felhasználásával, természetes anyag felhasználásával. Kísérletek vannak erre. 100-as szög. Pak. Igen, tehát az megint csak fém, de igen. Hát igen. Jó, átmentünk akkor ezen a 10 ponton. Kik írták alá ezt az egyezményt? Már több mint 30 nemzet az aláíró, megpróbálod-e felsorolni őket? Persze, egyébként azért kérdeztem, hogy te tudod-e, én tudom, az a baj, hogy magyarul nem tudom ABC sorrendben felsorolni. Szerintem nem szempont az ABC sorrend, még az időrendi sorrend sem, hogy kik írták alá először, de hogyha ledaráljuk gyorsan, akkor annyival is többek lesznek a hallgatók. Persze, tudom fejből. Kezdjük Angollával, Argentína, Ausztrália, Bahrein, Belgium, Brazília, Bulgária, Kanada, Kolumbia, Csehország, Ecuador. Ezt nem tudom máshogy mondani. Igen, nem is lehet szerintem. Franciaország, Németország, Görögország, Izland, India, Izrael, Olaszország, Japán, Luxemburg, Mexikó, Hollandia, Új-Zéland, Nigéria, Lengyelország, Dél-Korea, Románia, Ruanda, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Spanyolország, Ukrajna, az Egyesült Arab Emirátusok, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Uruguay. Kihagytam valamit? Hát kihagytál, de nem az aláírók közül, hanem akik nem írtak alá, mégis űrnagyhatalmaknak mondhatók. Ugye, és itt most nem Magyarországra gondolok. Elsőként, aki egyébként szintén nem az aláíró államokhoz tartozunk, hanem inkább... mi miért nem írtuk alá? Hát ugye erre a hivatalos magyarázat az, hogy mi az Európai űrügynökség rendes tagjai vagyunk, az Európai űrügynökség meg részt vesz az Artemis programban. Aha. Tehát elvileg mi már közvetetten? Nagyon közvetetten, de részesei vagyunk ennek a programnak és ennek az egyezménynek, de látható egyébként a felsorolásból több olyan ESA tagállam is felsorolásra került, akik külön fontosnak tartották, hogy csatlakozzanak az Artemis egyezményhez. Magyarország egyelőre nem tart itt, viszont én inkább a nagyhatalmakra, a keleti nagyhatalmakra gondoltam, és nyilvánvalóan itt Oroszországot és Kínát kell megemlíteni, akik az űrkutatásban élvonalbeli államoknak számítanak, de eszük ágában nincs aláírni ilyen közösködő, közös projekteket végrehajtó, regisztrációs és átlátható küldetésekhez. Ez vajon az alapvető problémájuk, hogy átláthatónak kell lenni, és... Biztos, hogy ez. Tehát, hogy meg az űrszemetelés, az örökségvédelem, tehát ez olyan dolgok, amikkel foglalkozni kellene. Ők nem akarnak ezekkel foglalkozni. Mert azért valljuk be, és ebben lehet, hogy lesz egy erős politikai töltet, és egy erős negatív fennhangja mondjuk a számból, de Isten lássa lelkemet, egyáltalán nem szeretnék ilyenekkel dobálózni, de mondjuk Oroszországról úgy hírlik, hogy ők például mindent szeretnek 4 fal közt megoldani, és arról nem tudósítani más országokat, tehát hogy ők igen, szeretik a saját kis szabályaik szerint játszani azokat a játékokat, amik a saját játékaik mondjuk. Igen, ez azért valamilyen szinten minden nemzetnél előfordul ez a fajta ego, csak valaki képes ezen felülkerekedni, és megosztani a tudományos célokat, a tudományos célok érdekében a projekteket másokkal. Oroszország kevésbé. Azért azt meg kell említeni mindenképp, hogy az első koprodukció az űrben, ugye múlt adásban beszélgettünk erről, az Apollo-Soyuz programban részt vettek, a Mir Shuttle programban, amikor az űrsiklókkal mentek a Mir űrállomásra, abban is részt vettek az oroszok, illetve természetesen a napjainkban is folyó nemzetközi űrállomás projektben mai napig együttműködnek az amerikaiakkal, de csak ebben is, semmi másban. Így van, már. És ugye volt is szó róla, hogy azért ők már szívesen már tervezik és ebből építik a saját űrállomásukat, és addig fognak csak részt venni a nemzetközi űrállomásban. Ebből is kihátrálnának egyébként szívük szerint az oroszok, de annyi pénz van benne, annyi pénzt raktak nem már benne ők is, hogy nem engedhetik azt, hogy kiszállnak belőle, és annyi tudományos kutatási hasznot tudnak ők is kihozni abból, hogy a súlytalanságban 0-24 órában kísérletezhetnek, hogy nem dobhatják el. Azt mondták, amíg megépül a saját űrállomásuk, a rossz, addig részt vesznek a nemzetközi összefogásban, de amint meg lesz, ők ki fognak szállni. Még egy politikai gondolatot engedj meg ebben a keleti blokkos felvetésben. Oroszország, Kína, talán hogyha úgy fogalmazom, hogy a kommunizmus fellegvárai nagyon régóta, akkor ezzel semmilyen negatív felhangot. Hát eléggé negatív felhangja van. Kezdjük úgy, bocsánat, csak annyit akarok az egészbe beleszúrni, hogy a kommunizmus mint elv, mint egy gondolat tud nagyon szép lenni, hogyha tényleg a magját vesszük, hogy mindenki ember egyenlő, igen, mindenkinek javat, ugyanaz jár. Így van. Tehát, hogy ez valahol tényleg talán, bár az emberiség hajnalán az őskorban is gondolom, ez lett volna a norma. Igen, nagyon szép gondolat, nem megvalósítható. Nem. Ez a mai napig valahogy annak ellenére, hogy a kommunizmusnak ugye ez az alappillére, mégis ez a két ország az, akik nem akarnak egyenlőek lenni. Ők nem akarják, hogy mindenkinek ugyanannyi járjon. Igen, ahogy szokták mondani, ők egyenlőbbek akarnak lenni. Igen. Tehát, hogy számomra ez a felvetés még talán ezzel talán politikailag senkit nem sértek meg, hogyha tényleg csak így filozofálgatás szintjén próbálunk belemenni ebbe. Nem vagyok politológus, sokszor mondtam már, hogy mi nem vagyok, előbb-utóbb az is kiderül, hogy egyébként mi vagyok. Tehát miután már mindent azt gondolom, elmondta. Hogy ennek történelmi okai is lehetnek, én sem vagyok politológus, vagy szociológus, vagy történész, hogy ezt így átlássam, de azt gondolom, hogy még Európában a kisebb nemzetek csak akkor tudtak elérni hatalmas eredményeket, ha együtt dolgoztak, ha a gazdaságot megosztották egymással, a megtermelt javakat sefteltek vele tulajdonképpen import-export, addig az oroszoknak és a kínaiaknak nem feltétlen volt erre akkora szükségük, mint mondjuk egy Hollandiának, vagy egy még kisebb Luxemburgnak, akik egymagukban nyilván nem állhatták volna meg a helyüket. Persze. Tehát azt gondolom, hogy ennek történelmi okai is vannak, hogy Kína sosem volt olyan, aki nagyon pacsizott volna más országokkal. Ők ezután sem akarnak pacsizni más országokkal, hanem ők akarnak lenni az elsők, akik. Tehát és ők ebbe ölnek nagyon sok pénzt. Igen. Az utóbbi évtizedekben, tehát hogy felzárkóztak ők, nem csak USA-ról és az oroszokról van már szó bizony. És nem is csak felzárkózásról, hanem én azt gondolom, hogy itt 5-10 éven belül mindenben Kína lesz a mérvadó. Egyszerűen azért, mert mindent fókuszáltan csinálnak, minden központilag van meghatározva, minden szabványrendszer, az űrügynökségben minden, hogy ki mit csinál. Most már ők is nyitnak a privát szféra felé, de természetesen csak kínai cégekkel dolgoznak együtt, és valószínűleg elég komoly retorziói vannak egy-egy hibás küldetésnek, és épp ezért van az, hogy mindent ezerszer átrágnak, és tényleg nagyon precíz rendszereket használnak, tehát nem is tudom, mikor volt utoljára kínai baleset, vagy valami félre sikerült küldetés. Szóval Kína nem akar másokkal, hogyha meg tudja oldani egyedül, már pedig persze, meg tudja oldani egyedül. Amikor azt mondtad, hogy 5-10 éven belül érre léphetnek, akkor erre globálisan gondolsz, hogy mind kereskedelem, mind export, vagy csak az űrutazás? Az űrkutatásra elsősorban, tehát hogy képesek lesznek arra, amire más nemzet nem. Már most is vannak olyan dolgaik, tehát hogyha nézzük a holdi felfedezésüket, Marszondát küldtek a vörös bolygóra, most fognak leszállni idén a hold földről nem látható oldalára, ahol már szállt le egyébként kínai szonda, de ez most haza is hoz majd kőzetmintát onnan. Tehát ilyet még sosem próbált meg semmelyik nemzet, nem csak landolni, hanem főleg kőzetet visszahozni a túloldalról, a hold túloldaláról. Most ők már leszálltak egyszer a hold túloldalán, van egy holdjárójuk, ami mai napig működik ott, és most küldenek a Chang'e 6 küldetéssel egy másikat, ami mintákat fog onnan hazahozni. Még egy kis off-topic ebben a kérdésben. India ugye nagyon nagyot pirított most a közelmúltban, szintén ezen a területen. India is egy eléggé népes ország. Hát sőt, a legnépesebb ország a világon. Igen, tehát ott is rengeteg koponya van. Az biztos. Tehát nagy koponya, jó agyak. Elkerülhetetlen egy ilyen népességű országban, hogy ne ott legyen mondjuk az ország legjobb agyainak egy bizonyos nagy százaléka. Mit gondolsz Indiáról? Ők csak most kezdtek el igazán így oda pirítani, tehát... Igen, India az a lassan, de biztosan módszert elvét alkalmazza. Tényleg, ők már nagyon régóta foglalkoznak űrkutatással, tehát több évtizedes múltja van, de mindig nagyon kis lépésekben haladtak előre, viszont nagyon megfontoltan. És most már tesztelik az első emberes űrhajójaikat. Az első elefántot, amit felküldenek. A holdra. Szóval első emberes űrhajókat tesztelik már, és nem sokára India lesz a negyedik nemzet, ami saját rakétával, saját űrhajóval, saját nemzetéből embereket fog pályára állítani, földkörüli pályára. Tehát akkor és nem fognak itt sem megállni nyilván. Kínának ők egy opcionális vetélytárs lehetnek az elkövetkező évtizedekben? Szerintem Kína annyira szemellenzővel él, hogy nem is tudja, hogy van vetélytárs, vagy nem is akar tudni. Tehát amit ő el akar érni, azt el fogja érni, segítsége vagy segítség nélkül nem nagyon érdekli, hogy mások mit gondolnak róla is. És talán ez az alapvető probléma az Artemis Egyezménnyel is, hogy tök jó, hogy aláírja valaki, de hogy tartatod be? Honnan tudod, hogy betartja ezeket a pontokat? Hiszen pont beszéltünk róla, hogy Amerika is hetente küld föl, vagy kis túlzással hetente küld föl olyan titkos katonai célú műholdakat, ami ugye állambiztonsági tényező, ezért titkos, és nyilván, hogyha megkérdeznénk, hogy mi van benne, és akarnának valamit mondani, akkor azt mondaná, hogy ó, föld megfigyelő műhold, egy tök ártalmatlan kamera van rajta, amivel nézegetjük, hogy nehogy betörjenek hozzánk a keleti államok. Nyilván ezt mondanak, de még ennyit sem mondanak. Nem mondanak. De hát honnan tudhatjuk, hogy nincsen fönt fegyver? Tehát, hogy nem tudod menni egy orosz másik kémműholda közel az amerikaihoz, hogy lefotóz. Egyébként voltak már ilyenek, hogy orosz kémműhold konkrétan pályát változtatott, hogy közelebb kerüljön egy amerikai műholdhoz. Ilyenkor tud róla csinálni pár jó minőségű fényképet jó esetben. Tehát az, hogy mi van benne, hogy pontosan milyen anyagokat, hogy fegyver van-e benne, rakéták. Lehet következtetni végül is. Talán. Tehát, hogyha egy ilyen Hubble-szerű teleszkópot látunk, akkor gondolhatjuk azt, hogy tényleg egy föld megfigyelő eszközről van szó, de hogy ezt Amerika sem tudja betartani másokkal. Ja. Tehát, hogy ahhoz, hogy betartsuk, ahhoz nyilván szankciók is kellenek. Tehát, hogy valamivel büntetni kell az, hogyha valaki nem tesz eleget. Na és itt kibüntetni mondjuk az Egyesült Államokat. Ki és hogyan? Luxemburg azt mondja, hogy igen. Dear USA. Tehát igen, ez egy olyan kérdés, hogy ez egy olyan foci példával lehetne ezt felhozni, hogy létrehozunk mi egy VB-t, egy foci VB-t, ahol minden állam elfogadja a szabályokat, hogy ezt szerint fogunk focizni, de nincs játékvezető. Aha. Tehát, hogy oké, hogy mind a ketten eldöntjük, hogy sárga lapot ér az, hogyha felrúgja, de ki dönti el, hogy felrúgta? Aha. Tehát ez egy nehéz kérdés, tök jól működik ez mindaddig, amíg nincsen érdekellentét. Tudod már, mi az a les egyébként? Tudom, nagyjából. Csak hogy így én sem. Tehát, azt már tudom, hogy nem a út, hogy igen, inkább nem tudom. Nem tudjuk, szóval, hogy én most ezt úgy próbálom ezt kivesézni, ha már a les példát behoztam ebbe a sztoriba, hogy mindketten tudjuk, hogy itt valószínűleg les volt. De nem is tudjuk egyébként, hogy mi az a les. Tehát egy harmadik szólt, hogy srácok, láttátok, hogy ez les volt? És így már a negyedik is bólogat, tudod? És akkor mi is elkezdünk bólogatni, hogy igen, ez les volt. Nem is tudjuk egyébként, hogy mi az a les. És itt van az, hogy tartatjuk be azt, hogyha nem is értjük a játékszabályokat, most ki követte el a lest, azt se tudjuk. Tök jó ez a focis példa. De tehát, hogy itt nem csak az, hogy játékvezetőnk nincsen, itt a játékosok sem feltétlenül tudják a szabályokat, nem csak a játékvezetők hiánya az, ami benne van ebben. Igen, ez egy nehéz dolog. Hiába mindenkinek ugyanaz a célja, mondjuk egy békés célú emberes hold küldetés, ami ugye Kínának, Oroszországnak és Amerikának, és sőt, hosszú távú tervei között Indiának is az tervei között szerepel, de tehát, hogy azt a területet, ami a legkecsegtetőbb, mondjuk a legtöbb vízeget tartalmazó kőzetek felületén, azt mindenki meg fogja találni előbb-utóbb szondákkal, hogy hova érdemes leszállni, akkor megint egy verseny alakul ki, hogy ki fog oda előbb igényt tartani, és ugye az Artemis Egyezmény pontjai között ugye a 9-es volt a biztonságos elkülönítés, tehát hogy azt megjelölni, hogy az majd az övé lesz. Tehát amíg elég nagy a hold, és elég nagy az űr mindenkinek, addig ez tök jó lesz az Artemis Egyezmény, mert mindenki ott a hold környékén, a déli pólus környékén ott fog lakogatni, vagy hát nyilván kutatgatni, de hogyha később itt már profitra is szert lehet tenni, és tényleg jön egy aszteroida, ilyen lehetetlen példával élve, ahogy mondtuk, hogy tele van arannyal, és elhalad a föld mellett, akkor ki dönti el, hogy melyik űrhajóval lehet oda leszállni, és lehet ott landolni, és lehet kitermelni, vagy ki az, akinek már nem jut hely. És mi a helyzet a fegyverkezéssel? Tehát hogyan tartatják be kérdésnek, ugye ez egy eléggé sarkalatos pontja, ugye talán ezzel zárhatnánk le ezt az egész kérdéskört. Hogy itt felmerült az, hogy nem tudjuk, hogy van-e egyébként fent fegyver. És ha van is, már pedig jó eséllyel van, akkor ki mer majd odaszólni, egyáltalán hogy van bizonyíték arra, és hogyha mégiscsak ott van, és azt ő mire akarja használni? Ez nem egyfajta olyan előnyt jelent, ami talán jogosulatlan? Most tételezzük fel, mi vagyunk ketten egy ország, még nem döntöttük el, hogy P és G, vagy G és P nemzet legyen a neve, de mondjuk P és G nemzet felküld egy szondát, aminek a belsejében egyébként egy űrgéppisztoly van, amivel egyébként mi le tudunk lövöldözni más műholdakat, mondjuk 100 kilométerről, mert zsenik vagyunk. Nem fogják kideríteni soha a büdös életbe, hogy mondjuk 10 műhold közül mi lőtte le az ő műholdjukat. Jó eséllyel meg tudjuk oldani ezt. előbb-utóbb mi számíthatunk bárkitől szankcióra, hogy mondjuk az említett Luxemburg azt mondja, hogy hé fiúk, én azt gyanítom, és ez még mindig csak vádaskodás, akkor beperelem Luxemburgot, hogy mit vádaskodsz felém. Tehát nincs bizonyíték rá, hogy mi lőttük le. Míg a Földön van az ENSZ-nek független szakértők, például elmennek gyárakat látogatni, hogy a tömegpusztító fegyverre alkalmas kitermelés folyik-e vagy nem, és ott bizonyítani tudják azt, hogy ebben a létesítményben ilyen és olyan műveletek, illegális műveleteket folytatnak, akkor lehet szankcionálni ugye az ENSZ jogszabályai szerint. Most az űrben hogy bizonyítom be, hogy azon a titkos katonai műholdon, és az legyen orosz, amerikai, teljesen mindegy, hogy kínai vagy milyen, hogy bizonyítom be, hogy azon biztos, hogy nukleáris fegyver. Tehát az oda kéne mennem, valahogy meg kéne röntgeneznem, tehát erre nincs eszköz. Nyilván olyan eszközökkel tele van, akár az USA, akár Oroszország, akár Kínát nézzük, már olyan eszközökkel tele van az űr, ami meg tudja állapítani, hogy melyik műhold, milyen pályán, hova megy, hogy gyorsul, hogy lassul, vagy hogy egy rakétát kilőnek bárhonnan a Föld felszínéről, azt másodperceken belül jelzik nekik rendszerek, az űrben lévő szemeiknek köszönhetően. Tehát, hogy ilyen rendszerek vannak, de az, hogy megállapítsam azt, hogy ez tényleg egy fegyvere, na és hogyha bebizonyítom, hogy fegyver, akkor mit csinálok? Lelövöm. Tehát én nem vihetek föl fegyvert akkor, hogy lövöm le. És mi számít fegyvernek egyáltalán? Ugyanis nem is tudom, melyik volt az a film, a Közellenség, nem tudom, emlékszel-e rá, azt hiszem Will Smith játszott benne. Lényeg az volt, ez 90-es évek, és ő bárhova ment, talán nem akarok butaságot mondani, de nagyon régen láttam, talán az Egyesült Államok nemzetbiztonsága olyan kiterjedt kommunikációs hálózattal rendelkezett, hogy rácsatlakozott erre a kamerára, befutott az utcába, az utcában lévő boltnak a kamerájára rá tudott csatlakozni, stb. Stb. Most ezt műholdakkal ugyanígy, de ez ugyanúgy fegyvernek minősülhet, hogy figyelnek meg minket, és itt most nem az üldözési mánia. Hát az inkább hadászat, azért fegyvernek nem mondaná. Tehát egy teleszkópot semmilyen formában nem hívhatunk fegyvernek. De a kémkedés az... A kémkedésnek mondhatjuk, de az nem tilos. Az nem tilos. A fegyver feljuttatása tilos. Tehát honnan számít fegyvernek? Ami emberi élet kioltására alkalmas, gondolom ez a fegyver definíciója, vagy ami megsértésére alkalmas. De közvetetten egy kémkedés is lehet emberi élet kioltására alkalmas tevékenység. Közvetetten minden lehet, tehát az, hogy beszélek, az is lehet közvetetten, mert valami szidalmazok valakit, és akkor ezért megüt. Tehát, hogy közvetetten nyilván minden lehet fegyver, de közvetlen módon nem lehet fegyvert juttatni a világűrbe, csak hogyha ott van egy, ne adj Isten bebizonyosodik, hogy az tényleg egy olyan, akkor én nem szedhetem le egy rakétával, mert akkor megint én viszek. Is, igen, akkor hát, hogy ez egy nagyon nehéz, és jogilag megfoghatatlan tulajdonképpen ezek a rendelkezések, amik az Artemis Egyezmény tök jól összefoglal, tök jó barátságos, meg békés célú, és mindenképp egy előrelépés az űrkutatásban, csak ez még biztos, hogy nem a végleges verzió. És hogyha nem holnap, nem egy év múlva, nem 5 év múlva lesz erre szükség, de 50-100 év múlva egészen biztos, hogy ezt jogilag valamilyen formában, kordában kell tartani. A fegyverkezés kérdése a legnagyobb probléma az Artemis Egyezményben szerinted? Meg az átláthatóság. Igen, ez a kettő valahogy mondjuk, egy kicsit talán kéz a kézben jár. Igen, ez a kettő, ami miatt azt gondolom én, hogy Oroszország és Kína miatt, ezek a pontok miatt elsősorban nem aláírók. Tehát nekünk, például magyaroknak nem nagyon van attól félnivalónk, hogy nem juthatunk fel fegyvert a világűrbe. Tehát biztos, hogy nem, ezért nem írtuk alá még, mert benne van ez a pont. Tehát, hogy az egyébként az Egyesült Nemzetek Szövetségének a alapszerződésében ez amúgy is benne van, aminek mi aláírója vagyunk. És bocsánat, ebben az ENSZ-es egyezményben semmi kivetnivalót nem talált akkor a Szovjetunió? Vagy Kína? Vagy csak, hát nem tudom. Tehát, hogy vagy csak aláírták, hogy oké, úgyse tudjátok. Haladjunk, igen. Tehát, hogy nem tudom. Haladjunk, miközben azért egy csomó minden mással foglalkoznánk, igen. Igen. Nem tudom. Hát, örülnék neki, hogyha egy pozitív felhanggal tudnánk zárni egy ilyen jó kis témát, de úgy érzem, hogy ebben ennyi volt. Az irány csak... jó, tehát az mindenki pozitív lezárásra adhatók ott. Ez az Artemis Egyezmény egy tök jó dolog, tehát mindenképp egy pozitív előrelépés, csak nehezen betartható. Tehát a foci VB tök jó, de kell oda egy játékvezető, különben nem működik a játék. Lehetséges egyébként, hogy mondjuk az Egyesült Államok kicsit a saját malmára akarta hajtani a vizet ezzel, és azért fogalmazott így, és ezáltal mondjuk a keletieket rossz színbe feltüntetve. Az, hogy a maga malmára hajtja a vizet, az biztos, hogy benne van a dologban. Igen, persze. Tehát hogy ez azért neki mindenképp egy kényelmes helyzet, hogyha ENSZ előtt ő mutathatja, hogy ők még tovább mentek, és még szigorúbb feltételek szerint űrkutatnak, bár ugyanúgy titkos célokkal is, de az, hogy emiatt negatív színbe tüntesse föl az oroszokat kének, nem hiszem, hogy ez ennyire átgondolt dolog lenne. Tehát mindenképp ők is egy pozitív irányú előre mozdulást akartak, de lehet, hogy azt viszont már meg akarták előzni, hogy az oroszok rukkoljanak ki először egy ilyen globális kezdeményezéssel, mert abban meg lehet, hogy lett volna egy olyan pont, ami számukra nem kedvező, és lehet, hogy egy olyan pontot meg direkt kihagytak, most nem tudok példát mondani, de hogy valamit meg úgy nem körvonalaztak annyira, ami számukra lett volna. Ez egyébként tök jogos, mert ugye az űrversenyt már meg annyiszor nyerte Oroszország, ugye azzal, hogy akár csak egy nappal beelőzte az Egyesült Államokat. Nyilván ezt nem engedhették meg. Ugyanakkor nem gondolnám, hogy az oroszokba bármilyen jellegű kompromisszum csomagot szeretnének ők felajánlani a világnak, hogy fiúk, lányok, játszunk akkor egy kicsit a mi szabályaink szerint, mert minek? Tehát ők így is, úgy is a saját szabályaik szerint játszanak, akkor is, hogyha ezt a többiek jóvá adják, akkor is, ha nem. És ez megint csak nem pejoratív, mielőtt valami orosz lelövi a szervert, amiről megy a YouTube. Én úgy gondolom, hogy Oroszország elég nagy hatalom ahhoz, hogy ő nekik ne kelljen betartani bizonyos játékszabályokat, de ez talán megint egy rossz végszó. Ti mit gondoltok erről, kedves hallgatók? Örülnék neki, hogyha a szokásos normális és jó hangulatú eszmecserét folytatnánk itt a videó alatti komment szekcióban. És próbáljuk egymást nem megbántva persze, véleményünket elmondani a komment szekcióban. Az esetek döntő többségében itt működik, igen. És néha van, aki annyival zárja le, hogy az baromság, és ti mind hülyék vagytok, és azzal nehéz bármit is kezdeni. Oké, köszi. Szóval élveztem ezt ma is. Te? Igen. Végignéztük a dolgokat, és sokan nem is tudnak erről az Artemis Egyezményről, tehát informatív is volt az adás, és talán edukatív. Még valamennyire még érdekes is, remélem. Úgyhogy, ha tetszett ezek a tartalmak, akkor nyomjatok egy lájkot már erre a videóra is, osszátok meg ismerőseitekkel, mert így felbuzgerálhatjátok a YouTube algoritmusát. És nyugodtan írjátok meg azokat az ötleteiteket is, hogy ti miről beszélgetnétek a mi helyünkben, hogy aztán Gergő lehúzhassa ezeket az ötleteket ahogy a vécén, ahogy szokta, de én nagyon örülnék neki, hát ha majd én is elő tudok állni ötleteimként a ti általatok behozott gondolatokkal, és én ezt orvul ellopva adom Gergő kezébe, hogy ő aztán lehúzhassa. Igen, mert azért jó, mert a Pali véleményét az olvasatlanul szoktam kidobni a kukába. Nem, már viccelek természetesen. Tényleg, hogyha van ötletetek, bármi, akkor szívesen fogadjuk. Voltak már olyan tippek, javaslatok, amiket már behoztunk élő adásokba, vagy akár az űrszóda podcastekbe. És hát így a végére nem is tudnánk mást mondani, csak azt, hogy köszönjük szépen a figyelmet, és vigyázzatok magatokra nagyon-nagyon-nagyon, és szeressétek egymást. Sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok! Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért!